Mérleget vont a miniszteri biztos, jól szerepelt a megye az uniós pályázatokon 2007 és 2013 között. Alig van már a hazaiból, ellepte a raktárakat a lengyel alma, mert gyenge volt a tavalyi magyar termés. Pert nyert a Spali az MLS ellen, a csapat örül, de inkább a következő ellenfélre készülnek. Jól szerepeltek a megyei pályázók a 2007 és 2013 közötti uniós pályázatokon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Három nagy hulladéklerakó és két víztározó is épült uniós forrásból ebben az időszakban. A legfontosabb eredményeket összegezte ma Lipők Sándor miniszteri biztos. A politikus azt mondta, Magyarország az előző uniós költségvetési ciklusban 8800 milliárd forintot fordíthatott fejlesztésekre. Ezzel a forrás felhasználással élen jár a régióban. Impozáns látványt nyújt a magasból a Szamos-Kraszna közé tározó vízbeeresztő műtárgya. Az árapasztó 60-80 cm-rel tudja csökkenteni a Szamos vízszintjét árvíz idején. Átlagos mélysége 2,5 méter, háromszor akkora, mint a Velencei tó. Hatása még a Tiszán is érzékelhető. 17,5 milliárd forintba került a kialakítása. Méreteit tekintve a Szamos-Kraszna közi tározó a legnagyobb a megyében. Vízbeeresztő műtárgyán 12 óriási zsilip van, ezek egyenként 8 méter szélesek. Egy rendkívüli árhullám esetén ezeken keresztül engedik a vizet a Szamos folyóból a tározóba. Ez már a Beregi tározó, amely az emlékezetes 2001-es tarpai gátszakadás helyén épült. Az uniós forrás bevonásával kialakított árapasztó is jelentősen növeli a Felső-Tisza vidékén élők árvízi biztonságát. A saját beruházás 32 volt, ennek az értéke 12 milliárd forint, de ha a működési területet nézzük, összességében 63 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, ennek nagyobb része irányító szervünk az Országos Vízügyi Főigazgatóság pályázata révén. Legnagyobbak a tározók. Két tározót épített az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Szamos-Kraszna közét és a Beregi tározót. A saját fejlesztéseink közül a Beregi árvízvédelmi töltés a legnagyobb a 6 milliárd forintos értékével. Nagyszabású beruházásokat valósított meg uniós forrásból a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási társulás is, összesen 22 milliárd forintból. Nagy hangsúlyt fektettek az úgynevezett rekultivációs munkálatokra, amivel korábbi lerakók szennyezéseit szüntették meg, valamint tovább fejlesztették a megyei szelektív hulladékgyűjtést is. Szelektíven tudjuk gyűjteni a hulladékot a jövőben, illetve ezt 2-3 éve már itt tesszük a megye valamennyi pontján, ez gyűjtőedényzeteket vásároltunk, szállítójárműveket, illetve nem szabad megfeledkezni a lerakók létesítéséről sem, ami az első lépés volt, három nagy lerakót valósított meg a megyei hulladékfejlesztés, hulladékgazdálkodási társulás, és ennek eredményeképpen biztonságosan tudjuk elhelyezni a kommunális hulladékot. Magyarország összesen 8800 milliárd forintot fordított fejlesztésekre a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban, összegezte az eredményeket Lipők Sándor miniszteri biztos. Ezzel a nagyságrendű forrás felhasználással a régióban Magyarország az élen jár. A kiemelkedő eredmény annak köszönhető, hogy 2013 második felében a miniszterelnökség vette át ezt a irányítást, megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és maga a miniszterelnökség kapta meg a központi irányító szerepet. Az irányító hatóságok szerepét a minisztériumok vették át, így sikerült ezeket a projekteket fölgyorsítani, a kifizetéseket, az elszámolásokat. A 2014-20-as uniós költségvetési időszak támogatási keretének 52%-át már meghirdették. Március végéig 189 pályázati felhívás jelent meg. Befejeződött a nagy költözési program a József András Oktatókórházban, új helyre került az egyes belgyógyászati, a gyermekrehabilitációs, valamint a sürgősségi betegellátó osztály is. Ezzel együtt változnak a közlekedési szabályok és a kórház területén. A megnövekedett forgalom miatt még ebben az évben egy 360 férőhelyes parkolóházat is építenek. Ezentúl ebben a tágas és világos váróba érkeznek a betegek a megújult sürgősségi osztályon. A részleg több, mint 1400 négyzetméteres, ahol modern körülmények között gyógyítanak. Átlagosan naponta 110 beteget látnak el.
Rendkívül jó szakorvos és orvosellátottságnak örvendünk. Az országban általában a sürgősségi ellátóhelyek fő problémája az orvoshiány. Nálunk 20 főállású orvos dolgozik, 15 szakorvos, 5 szakgyakorlatos orvos. A 15 szakorvosból 11 sürgősségi orvos, ami rendkívül ritka az országban, ez egy hiány szakma. Ezen kívül több szakvizsgás orvosaink vannak, belgyógyászok, kardiológusok, neurológusok és intenzív terápiás szakorvosok is. A Citromsárga tömbben működik ezentúl az egyes belgyógyászati osztály. Eddig több épületben látták el a betegeket, mostantól egy helyen a földszinten fogadnak mindenkit. De nem csak a járóbeteg, hanem a fekvőbeteg ellátás is korszerűsödött. Jelenleg 113 ágyal működik az osztály. Lesz most már lehetőségünk endoszkópos ultrahangot végezni. Ez egy nagyon nagy lépés lesz majd. Az év második felében, év vége fele tudunk majd rutinszerűen ilyen vizsgálatokat csinálni, illetve a kapszulendoszkópia egy régi történet, aminek várjuk az OEB befogadását. A költözés után ezekhez hasonló térképek segítik a tájékozódást a betegeknek, de több táblát is felszereltek majd az autósok számára is. Fontos, hogy ne álljanak a mentőautók helyére, a gyalogosok pedig a sárga jelzésen belül közlekedjenek. A parkolási rend is így szigorodott a kórház területén, tehát akik normál parkolást szeretnének, azok csak azokban a parkolóhelyeken vegyék igénybe, akik erre jogosultak. Itt a terveink között szerepel, és reményeink szerint még ebben az évben meg tudjuk építeni a parkolóházat, parkolólemezt, ami egy 360 férőhelyes parkolóházat jelent. A tömbök kiépítésére összesen 15 milliárd forintot költöttek, a fejlesztések azonban a jövőben is folytatódnak. Egységes informatikai hálózatot alakítanak majd ki, de több osztály is felújításra vár még. A 80-as évek elején készült sebészeti tömbünk, illetve szakrendelő STK rendelés, vagy rendelőintézetünk, azok hát akkor is technológiával készültek, rendkívül elavultak, rendkívül, hát hogy mondjam, energiapazarlók, úgyhogy ez ügyben vannak elképzeléseink, amit szeretnénk megvalósítani, illetve különböző műszereknek a beszerzése is terveink között szerepel. Lesznek lehetőség, ez úgynevezett KEHOP pályázaton belül, hát ultrahangoknak a újra beszerzésére, illetve a épületeinkben lévő klimatizációknak, lifteknek a cseréjére is. Egy 400 négyzetméteres helikopterleszálló pályát is kiépítettek a C-épület tetején. Jelenleg a légügyi hatóság engedélyére várnak, azután azt is használatba veszik. Az enyhe tél és a szokásosnál hamarabb érkező meleg tavaszi időjárás miatt a gyümölcsösökben elszaporodtak a kártevők és a különböző fertőzések. A jelek már láthatók a fákon, a gazdák viszont még időben elkezdik a védekezést. Ha nem teszik, akkor gyenge termésre számíthatnak idén. Ezen a friss hajtáson láthatjuk, hogy a lemosózás ellenére is megmaradtak a levéltetvek, úgyhogy újra kell permetezni a növényt. Hamvas Attila azt mutatja, hogy tetvek támadták meg az alma virágát. A tiszavasvári biogazdaságban nem csak a tetű, hanem a moly is támad. A tulajdonos hozzátette, túl vannak két lemosó permetezésen, de ennek ellenére komoly károkat okoztak a levéltetvek és a lisztharmat. Két napja raktuk ki a moly csapdákat, és már a második napon az egyik fajta csapda tele volt molya, ez az alma levél aknázó moly. Úgyhogy ez ellen kell védekeznünk a héten feltétlen, mert a felvételek tanúsága szerint rengeteg van már. Valamint megjelent a lisztharmat a fiatal ágakon, és a enyhetél miatt a levéltetvek is sajnos már kezdenek feljönni a fára, mert át tudtak telelni, nem pusztultak el kellőképpen. Tetvek vannak ezen a nyírtelki almafán is. Itt is komoly gondot okoznak a kártevők. Ha a gazdák időben észreveszik és a megfelelő szerekkel kezelik a növényeket, elkerülhető a jelentősebb terméskiesés. A fák többsége még zöld vagy piros bimbós állapotban van. Ez azt jelenti, hogy most fokozottan érzékenyek a betegségekre. Jelenleg az enyhe télből kiindulóan, illetve a gyenge mínuszos időjárások miatt a tavaly a mészhalmaton megmaradt levéltetű maradványokból figyelnünk kell az ültetvényekre, a levéltetű fertőzésekre. Ezekre, ha nem figyelünk oda, nem használunk most olyan növényvédőszereket, amelyekkel ki tudjuk ezeket írtani,
akkor erős fertőzésnek lehetünk majd a szemtanúi egy-két héten belül. A betegségek mellett még egy veszély fenyegeti a gyümölcsös kerteket. Május elején hagyományosan van egy-két fagyos éjszaka, az még komolyan tizedelheti az idei termést. Feljelenti a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezetet tiszavasvári polgármestere, mert szerinte a jogvédők rossz színben tüntették fel a települést. Fülöp pedig azt mondta, hogy a TASZ megpróbálta befeketíteni tiszavasvári és a Becsület Légiója Egyesület együttműködését. Nemrég a tiszavasvári Széles és Keskeny utcában indítottak köztisztasági programot, ezt kritizálták a jogvédők. A polgármester azt mondta, ők nem vádaskodnak a sajton keresztül, inkább bírósághoz fordulnak. Bennünket az különböztet meg bármely ilyen szervezettől, hogy mi nem rágalmazunk, mi nem rémhíreket terjesztünk, és nem befeketítjük szándékosan, sötét színben tüntetjük fel ezeket a személyeket vagy szervezeteket, hanem a jogeszközével fogunk elégtételt követelni. Hogy egyet kiemeljek, például a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület volt az, amely szándékosan ugye olyan híreket állított, amelyekkel több büntetőjogi tényállást is megvalósított a mi véleményünk szerint. Szeretnénk, hogyha ezeknek és az ehhez hasonló szervezeteknek a felelősségre vonása megtörténne. Még nem döntött el az LMP, hogy támogatják-e a szocialisták népszavazási kezdeményezését az állami földek eladásának tilalmáról. Erről Sallai R. Benedek beszélt ma Nyíregyházán. Az országgyűlési képviselő is gyűjtött aláírást a földértékesítések ellen. A politikus elmondta, amíg a párt nem tekintette át részletesen a szocialisták népszavazási indítványát, addig nem jelentik be, hogy támogatják-e azt. Nagyon-nagyon örülünk, hogy létrejöttet ez a népszavazás, és alapvetően mindig a demokrácia ünnepe az, hogyha a társadalom véleményt tud nyilvánítani. Azonban egy párt ennél egy picivel lassabban működik, és nyilvánvalóan körbe kell járni azt, hogy ebben a formában a kérdésfeltétellel teljes mértékben lehet-e osztani mindenben a nézetet, hogy ezt bátran megtegyük. Baleset volt délelőtt Nagykállóban, egy kerékpáros rohant bele egy autóba. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Spari most szerzett egy gólt, de a mérkőzést még nem nyerte meg. Így kommentálta Mátyos János vezetőedző a hírt, hogy az MLS ellen első fokon pert nyert a Spartacus. Mint ismert, a szövetség az elmúlt évben kizárta a csapatot az NB1-ből. A fővárosi törvényszék most ezt a döntést helyezte hatályon kívül. A határozat még nem jogerős. Legalább három helyet lépne előre a bajnokságban a Baktalóránt háza. A tavasszal lejátszott 5 meccsén 10 pontot szerzett a futballcsapat, amely jelenleg a 14. helyet foglalja el a tabellán. Illés László játékos edző már a következő bajnokságra is gondol. Ellepte a lengyel alma magyar piacokat, becslések szerint másfélszer annyi exportgyümölcs van a raktárakban, mint hazai. Ennek egyik oka, hogy rossz volt a tavalyi magyar termés. Másrészt az orosz embargó miatt itt próbálják eladni a felesleges almát a lengyel termelők. Vízben úsznak a zöld almák egy demecseri telephelyen. Az őszi felvásárláskor a gazdák jelentős része úgy gondolta, hogy érdemes lesz kivárni. Így a térre letárolt almát tavasszal magasabb áron tudják majd értékesíteni. A tavaszi kitároláskor, vagyis amikor a hűtőházakból kihozták a gyümölcsöket, kiderült, hogy a gyenge minőség mellett több helyen a készletek akár egyötöde is tönkrement. Ennek ellenére az árak alacsonyak és tele van a piac jó minőségű külföldi gyümölcsel. Tavalyi évben, tehát 2015 őszén 900 ezer tonna alma termett országosan, ebből körülbelül olyan 150 ezer tonna alma, ami betárolásra alkalmas is volt. Az adataink alapján Magyarországon 350 ezer tonna alma betárolására elegendő hűtőház létesült, miközben ugye az említett 150 ezer tonna étkezési alma termett Magyarországon, és nem lehet tudni, ezek a tárolók tele vannak. Az almafa bimbóját nézik a termelők Berek Darulcon. Azt mondják, idén eddig megúszta a virág a fagyot. Tavaly már tavasszal sejteni lehetett, hogy gyengébb lesz az almatermés. A májusi fagyokat követően a több hetes nyári aszályos időjárás okozott problémákat a gyümölcsösökben. Ezt követően az őszi szüret idején már egyértelműen látni lehetett, hogy az alma minősége is gyenge lesz. Ezért árasztja el most a lengyel alma a magyar piacot. Az orosz piac teljesen megállt, ennek a hatását úgy éreztük, hogy a lengyel almatermelők eddig
legnagyobb százalékban orosz piacra szállítottak, de mivel hogy minden kapu előttük bezáródott, ezt kénytelenek voltak magyar piacon elhelyezni, európai piacon elhelyezni, többek között Magyarországon is, és több magyar kereskedő élt ezzel a lehetőséggel, és olcsón, jó, igen jó minőségben tudnak beszállítani Magyarországra almát. A kereskedők szerint a gyümölcsök magas áfatartalmának mérséklése segítene kiszorítani a külföldi termékeket a magyar piacról, és eladhatóbbá tenné a hazai almát is, véli az ügyvezető. Kerékpáros és személygépkocsi ütközött ma délelőtt 9:30 körül Nagykáló belterületén a Korányi Frigyes utcán. A kerékpáros megsérült, őt a mentők kórházba szállították Nyíregyházára. A Spali most szerzett egy gólt, de a mérkőzést még nem nyerte meg. Így kommentálta Mátyus János vezetőedző a hírt, hogy az MLS ellen első fokon pert nyert a Spartacus. Mint ismert, a szövetség az elmúlt évben kizárta a csapatot az NB1-ből. A fővárosi törvényszék most ezt a döntést helyezte hatályon kívül. A határozat még nem jogerős. Nem csak a klubnak, hanem a csapatnak is jól megy. A Spali a legutóbbi fordulóban 2-0-ra nyert a Sputnik ellen. Így továbbra is őrzi 3 pontos előnyét az NB3 keleti csoportjának élén. Jókedvűen cicáznak a szerdai edzés elején a nyíregyházi játékosok, akiknek dupla okuk is van az örömre. Egyrészt a csapat a legutóbbi fordulóban idegenben szerzett 3 pontot, másrészt pedig kedden a fővárosi törvényszék első fokon a Spalinak adott igazat az MLS ellen indított perben. A szövetség az elmúlt évben a klublicensz eljárás során kizárta a csapatot az NB1-ből, amely így csak a harmadosztályban indulhatott el. A bíróság most hatályon kívül helyezte az MLS döntését. Mátyus János vezetőedzőt nem lepte meg az első fokú határozat. Nem volt bennem kétség. Itt vagyok most már lassan másfél éve. Olyan tulajdonos van, akinek a személye garancia arra, hogy mindig minden rendben lesz. Ez így is volt a korábbiakban is. A döntés számomra abszolút egyértelmű volt, hogy mi lesz. De még a Spali még csak egy gólt szerzett, a mérkőzés még hosszabb ideig tart, 90 percig. Én ezzel nem foglalkoznék, én nekem egy dolgom van, hogy a csapatom hétvégén nyerjem. A csapat a legutóbbi fordulóban nyert is, a nyíregyháziak Harsányi és Abdurrahman góljaival 2-0-ra győztek Sputnikon. Éreztük azt, hogy már a meccs előtt is, hogy nem lesz könnyű. Ezt az első fél időben is bebizonyította a sputniki csapat, hogy az egyik legszervezettebb csapat az NB3-ban, védekezésben legalábbis. Jól játszottunk, én azt gondolom az első fél időben. A másik fél idő már gyengébb volt, de úgy tudtuk eldönteni a mérkőzést, hogy mind a két félidő hajrájában gólt tudtunk szerezni, ez döntő volt. A szakvezető szerint csapata az elmúlt időszakban visszatalált az általa elképzelt útra. Nagyszerű heteket élünk mostanában meg, volt pár nehezebb mérkőzésünk, különböző okok véget nem tudtunk úgy szerepelni, ahogy én szerettem volna, de mostanában már minden helyre állt. Itthon játszunk a következő mérkőzésen a Tája ellen. Hogyha van kötelező győzelem, akkor ez az, de nem csak hogy szeretnénk nyerni, hanem szép játékkal és sok góllal szeretnénk nyerni. A legfontosabb nyilván a 3 pont, de szeretnénk jó és látványos játékkal kiszolgálni a közönségünket. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyháza Spartacus vezeti 61 ponttal, megelőzve az 58 pontos Ceglédet. A következő ellenfél a Tája KSE 15 ponttal a 16. helyen várja szombat délután 4:30-kor kezdődő találkozót. Legalább 3 helyet lépne előre a bajnokságban a Bakta Lóránd háza. A tavasszal lejátszott 5 meccsen 10 pontot szerzett a futballcsapat, amely jelenleg a 11. helyet foglalja el a tabellán. Illés László játékos edző már a következő bajnokságra is gondol. Össze helyére, mikor aki beállt indulat a következő, mehet. Edzés vezényelt kedd délután tanítványainak Illés László a Bakta Lóránd háza edzője. Van miért gyakorolni, hiszen legalább 3 helyet szeretnének előrelépni a bajnokságban. A Tiszalök visszalépésével egy csapat már elköszönt a megyei első osztálytól, de a magasabb osztályú együttesek következő bajnokságban induló fiók csapatainak számától, illetve a megyei bajnokok osztályozójának eredményeitől függően akár 5-en is búcsúzhatnak Szabolcsban a 4. vonaltól. Így jó néhány gárda veszélyben érezheti magát, ami meg is látszik a meccseken, minden pontért meg kell harcolniuk a csapatoknak. Az ősszel gyengélkedő Bakta Lóránd háza jól kezdte a tavaszt, Illés László együttese 3 győzelem és 1 döntetlen mellett mindössze 1-szer szenvedett vereséget.
A tervünk az volt, hogy az első öt fordulóban 10 pontot kell szerezni, ami nem volt azért egy egyszerű terv, hogyha azt nézzük, hogy az első öt fordulóban játszottunk az első öt helyezettel, mert ez gondolat volt, de így a mérkőzések képét tekintve azt mondom, hogy hiányérzetem van, ugyanis a második fordulóban az utolsó utáni percben kaptunk emberelőnyben gólt a Sényő ellen, illetve itt hazai pályán a Szakolytól szenvedtünk vereséget, 70 percig vezettünk 1-0-ra, emberhátrányban voltunk, és két figyelmetlenség, két pontugás utáni figyelmetlenség okozta a vesztünket, de összességében azt mondom, hogy eddigi hozzáállással, szerepléssel elégedett vagyok a tavasz folyamán. A Baktalú Rendháza szombaton a jelenleg hetedik helyen álló Fehérgyarmatot fogadja. Az öt tavaszi meccsen öt gólig jutó Marics Gábor bízik az újabb három pont megszerzésében. Egy fiatal hajtós csapat, az biztos. Hát az eredményeik is mutatják, a múlt heti is. Aztán nem rossz csapatokat kaptak el, hát bízunk benne, hogy folytatjuk ellenük a jó szériánkat. A bajnokságból hátralévő meccseken szeretne a csapat annyi pontot gyűjteni, hogy a legjobb nyolc között végezzenek. Emellett több olyan fiatalt is be akarnak építeni a csapatba, akikkel komolyan számolnak a következő szezonban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Három nagy hulladéklerakó és két víztározó is épült uniós forrásból ebben az időszakban. A legfontosabb eredményeket összegezte ma Lipők Sándor miniszteri biztos. A politikus azt mondta, Magyarország az előző uniós költségvetési ciklusban 8800 milliárd forintot fordíthatott fejlesztésekre. Ezzel a forrás felhasználással élen jár a régióban. Ellepte a lengyel alma a magyar piacokat. Becslések szerint másfélszer annyi exportgyümölcs van a raktárakban, mint hazai. Ennek egyik oka, hogy rossz volt a tavalyi magyar termés. Másrészt az orosz embargó miatt itt próbálják eladni a felesleges almát a lengyel termelők. A Spali most szerzett egy gólt, de a mérkőzést még nem nyerte meg, így kommentálta Mátyós János vezetőedző a hírt, hogy az MLS ellen első fokon pert nyert a Spartacus. Mint ismert, a szövetség az elmúlt évben kizárta a csapatot az NB1-ből, a fővárosi törvényszék most ezt a döntést helyezte hatályon kívül. A határozat még nem jogerős. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 6-án szerdán. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is tudósításainkat, műsorainkat újra nézhetik holnapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását egy tőlünk nyugatra húzódó frontrendszer közelsége határozza meg, egyelőre még meleg, de időnként már nedvesebb léghullámok is érintik térségünket. Már éjjel változóan felhős lesz az ég, és az északkeleti határszélen egy-egy zápor is előfordulhat. A nyugatira forduló szél helyenként megélénkül, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Elszórtan záporeső, néhol esetleg zivatar is előfordulhat, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatar környezetében átmenetileg megerősödhet a szél, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A hét második felében egy lassan mozgó, hullámzó frontrendszer alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A jövő hét első felében egyre több napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható, és ismét melegszik a levegő.